Szeretettel köszöntelek. A mostani versem, amiről egy pár gondolatot elmondok, a nem tudható. Hát mi az, ami nem tudható? A boldogság keresésről szól ez a vers. Az tudható, hogy mindenki szeretne boldog lenni. De hogy mi is ez a boldogság, vagy hol találjuk meg, az már egy érdekesebb kérdés. Általában vannak céljaink, és hogyha elérjük, akkor az egy boldogság. Ezért újabb és újabb útnak indulunk, egy új utat keresünk, hogy elérjük azt a következő célt, és a legoptimálisabb esetben a végén boldogok leszünk egy rövid ideig. És utána lehet, hogy még egyszer megcsináljuk, és akkor már nem jön. Aztán vannak olyan esetek is, amikor hiába éltük el a célt, nem jön el a boldogság, vagy pedig el se érjük. Akkor ez a mi értelme volt? Vagy mit tudok azért tenni, hogy boldogabb legyek? És itt van a kutya elásva a tennibe, mert hogy annyi bölcs mondja, hogy az úton járás a cél, és ez amíg elmélet, addig néha még bosszantó is, hogy miért ne lehetne a célokért élni. De előbb-utóbb, ahogy telnek az évek, én is azt tapasztalom, hogy nem a célok elérése tesz boldoggá. Meg azok nagyon röpke idők a mi életünkből, hanem miközben elindulsz, és miközben tapasztalsz, és miközben teszel a közben, amik érnek, van a versben egy olyan, hogy megtanultam fényt-ányt látni. Ami egyrészt azt jelenti, hogy a látással, amikor igazán látod, avval elfogadás születik benned. Továbbra is szól arról, hogy a fény és az árnyék az nem jó és rossz. Egy fájdalmas helyzetből is sokkal könnyebb kijönni, hogyha nem ütöd rá a rossz bélyegét. A másik, meg hogy nem léteznek egymás nélkül. Ha eléred az ideális célt, annak is van árny oldala. Sőt, az is lehet, hogy az az élethelyzet, aminek most már megszokásból csak az árnyoldalát nézed, rengeteg értéket és fényt is tartalmaz. És ezzel válik értékessé minden helyzet, mert megtalálod benne a számodra értékes tapasztalatot. Ez nem azt jelenti, hogy benne kell maradni egy olyan élethelyzetbe, ahol nem érzed magad boldognak. Azt viszont jelenti, hogy nem lehet olyan rossz élethelyzeted, ami nem tartogat számodra értéket. Mindenben ott van az érték, akkor, ha azt tapasztalattá, azt elfogadott értékét teszed saját magad számára. És akkor az útkeresés úton járássá válik. Mert tudod, hogy bárhová, ahová eljutsz, ahhoz persze kellenek a célok, mert különben miért indulnánk el, de igazándiból nem a cél lesz a fajsúly, és akkor a többin csak átrohanok, mert az az életünk nagy része. Sokkal többet látsz belőle, ha szépen lassan megéled az utat, és rengeteg hála tud születni a tégedért, bármilyen dolgokból, hogyha nem lecímkézed, hanem azt érzed, hogy a lelked mivel gazdagodhatott általa. És ezekben a pillanatokban egyszer csak megszületik a boldogság. Pedig nem is ott kerested, nem is úgy kerested, de mondhatni megkapod ajándéknak azokat az áldott pillanatokat, amikor sikerült szabadon, címkék nélkül jó rálátni az élethelyzetedre. További jó úton járást!
és kívánom neked, hogy bármilyen élethelyzetben vagy most, még ha váltás előtt is, keresd meg annak az értékeit, és próbálj úgy lépni az új felé, hogy elengedd azt az illúziót, hogy ott minden tökéletes lesz. Mert a kettősségek életében, ahol ide születtünk, fény és árnyék együtt jár, és az se biztos, hogy mindig az a barátod, amire gondolsz, vagy akire gondolsz. Ha mindkettőt barátodnak tekinted, akkor ajándékba boldogság csöppeket kaphatsz az úton. További derűs napot mindenkinek!